Átalakult a Sárospataki Művelődés Háza és Könyvtára internetes weboldala. A honlapról elérhetőek a műfázhoz kapcsolódó intézményegységek weboldalai is, például a könyvtáré vagy a mozié. A Művelődés Háza és Könyvtára az intézményi integrációk kapcsán, és az egyre több és a látogatók felé fontos információ átadása miatt döntött úgy, hogy a korábbi honlapot átalakítja, és az idén ez úgy alakult, hogy az új őszi-téli évad indítására ez a fejlesztés el is készült. Tartalmában és formailag is megváltozott így ez a információhordozó. A honlapon megtalálhatók a műfázhoz kapcsolódó kistérségi feladatellátásra vonatkozó, valamint a felnőtt képzésre vonatkozó információk is, és természetesen a programajánlat. Ami nagyon fontos, hogy az intézmény új honlapján egy olyan naptár található, ami 14 napra előre mutatja valamennyi programunkat, tehát ha rákattintanak, akkor kék sávban minden napra előre látható, hogy mi fog következni 1-2-3-4-5 nap múlva az intézmény falai között. Emellett az Európai Uniós programok is megtalálhatóak, a városhoz kapcsolódó oldalakon kívül pedig a szakmai anyagok. Természetesen az új honlapon rajta lesznek azok a költségvetési szervek számára kötelező közzétételi adatok, amelyek vonatkoznak a működésünkre, a alapdokumentumainkra, a költségvetéseinkre, bár ezek eddig is megtalálhatóak voltak belső anyagokban, de ez most a közérdekű adatok alatt egy csokorba szedve lesznek majd láthatóak. Külön menüpontban érhető el az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületre vonatkozó információ. A szervezet nagyon kiterjedt tevékenységet folytat, és nagyon fontos a tevékenysége annak érdekében, hogy az erdélyi magyarság kultúráját a hazai kulturális központokkal összekapcsolja, és folyamatosan életben tartsa. Na most ennek a tevékenységnek az egyik hazai bástyája a Művelődés Háza és Könyvtára. Ez egy most már közel 2 éves együttműködésre visszatekintő kapcsolat, ami nagyon jól működik, és így, mivel ez nagyon fontos számunkra, és fontos az MK számára is, ezért a honlapunkon ez külön menüpont szerepel, ahol tájékozódhatnak erről az élő és folyamatos kapcsolatról azok, akik ellátogatnak az intézmény honlapjára. Praktikusabb és átláthatóbb lett a honlap, mondta Sajószegi Gábor. Mindenképpen eleve azért, mert a szerkesztői felület több lehetőséget ad. Tehát maga a Művelődésházának a honlapja most más motorral dolgozik, más webmotorral dolgozik, és ez a fajta szerkesztési struktúra sokkal rugalmasabb hírkezelést tesz lehetővé, akár hozzászólások kezelését, illetve magának a honlapnak az áttekinthetősége jobb, hiszen többféle módon érhetik el az információkat a honlapra látogatók, tehát nem kell külön böngészni az oldalakon föl, nagyon tekercselni, hanem mind viszintesen, mind függőlegesen elérhetők a főbb menüpontok, illetve azok a hírek, amelyek éppen aktuálisak.